Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Mi várható december hónapban a mérleg jegyében születetteknél? Ez egy általános kivetés, de megvan arra a lehetőség, hogy kérd tőlem ezt a havi jóslást. A díjam, mint minden jóslásnál, 4000 forint. Amire még felhívnám a figyelmeteket, vannak új videóim, megjelenik ezen a csatornán, mégpedig az a címe, hogy kozmikus üzenetek. Ezek a videók nem naponta jelennek meg, hanem akkor, ha valami fontos történik. Én naponta megnézem a napi asztrológiát az indiai számítás szerint, és ez egy nagyon precíz számítás, és ha látom azt a horoszkópban, most történik valami fontos, ami számomra fontos, akkor úgy gondolom, hogy ez számotokra is fontos lehet, és ezekben a videókban erről számolok be, mindig egy nappal előtte. Tehát, ha én látom azt, a keddi napon lesz valami, amire oda kellene figyelni, akkor hétfőn erről készítek egy videót, és akkor egy nappal előtte már tudod azt, hogy mi várható a következő napon, felkészülhetsz rá. Tehát én ajánlom ezeket a videókat, hiszen nagyon sokat tud segíteni. És most megnézzük azt, hogy mi várható december hónapban. Ha te egy hölgy vagy, akkor itt vagy látható a képen. A fejed fölött nincsenek kártyák. Az jelenteni a te gondolataidat, és mivel nem látható, te titokzatos vagy, nem engeded meg azt, hogy mások belepillantsanak a gondolataidba. Másképp van ennél a férfinél. Ez a kártya utal a férfiakra, vagy utal a társadra. Ez a férfi gondol rád, hiszen te megjelensz itt a gondolataiban. Ami összefűz benneteket, ez itt az erő. Hogy te adsz erőt számára, vagy ő segít neked. Ez az erő jelentheti a belső erőt is, a hitet, hogy hinni kellene ebben a kapcsolatban. Ő bizony reménykedik, hogy itt kinyílik ez a kapu, ezek a lehetőségek, jelenti a nyitottságot is. Itt ez a park utal a nyilvánosságra, lehet, hogy azt tervezi, hogy találkozzatok a nyilvánosságon, jelenti azt is, hogy megkapod a megbecsülést, mások észrevesznek téged, ő is, hiszen gondol rád. Ha te egy hölgy vagy, akkor nem csak vele vagy kapcsolatban, hanem ezekkel a kártyákkal is. Itt a koporsó jelenthet egy örökösödési ügyet, és a torony a bíróságot. Ennek vége lesz, hiszen itt alatta megjelennek az egerek. És ahol az egerek vannak, felfalnak valamit, és akkor az már nincs ott, eltávolítanak bizonyos kártyákat. Tehát ez az ügy lezárul. Amit a koporsó még jelent, amikor minden olyan nyugodt, csendes, amikor nem történik semmi, amikor úgy érzed, hogy valaki vagy valami korlátoz téged, hiszen nem tudod előrevinni a dolgokat. Ez a helyzet lezárul, mert az egerek ezt a csendes időszakot eltávolítják. Itt alattad megjelenik a kereszt, és az jelenti azt, hogy a sors utak kereszteződnek, tehát jelenthet fontos találkozásokat is. A kereszt jelenti a döntéseket is, hiszen elérkezel az élet utadon ehhez a kereszteződéshez,
és elgondolkodsz azon, hogyan tovább, milyen irányba. Itt az utak, illetve a kereszt fölött megjelenik a kígyó, az jelenthet mellékutakat is, de ez nem lenne egy jó döntés, hiszen a ravasz róka figyelmeztet téged arra, ez a mellékút nem tesz jót neked. Persze ez a kígyó lehet egy hölgy is, és előfordulhat, hogy nem bízhatsz benne, hiszen ott van a hamisság, de én inkább úgy gondolom, hogy ez a hölgy óv téged, hogy ne hozz rossz döntéseket. Figyelj oda a kereszteződésre, gondolkodj-e azon, hogyan tovább, melyik ajtó nyílik ki, melyik kezdet lesz, a gyermekek utalhatnak egy új kezdetre, de a gyermekek jelenthetik a naív tartást is, és ebben az esetben akkor a kígyó, ez a hölgy segít neked, amikor megemlíti azt, hogy ez a döntés nem helyes számodra, gondol jól át a dolgokat. Ez a férfi veled van egy vonalban, és ezekkel a kártyákkal. Itt a fa jelenti a biztonság érzetét, ahol le tud gyökerezni. Egy időben utalhat egészségügyi témákra is. Ez lehet az ő hivatása, akkor itt valami lezárul, és a gyermekek jelentenek egy új kezdetet. Ez az új kezdet, ahol ő keresi a helyét az életben, ahol le tud gyökerezni, szerencsét hoz neki. De mégis ott van a közelben a ravasz róka, amikor el kell azon gondolkodni, jót tesz-e ez, igen vagy sem. Ebben az esetben, amikor nála az új kezdetről és új döntésekről van szó, amikor el akarja foglalni a helyét az életben, ez nem lenne jó döntés decemberben, hanem jobb lenne áprilisig várni, hiszen itt a négy levelű lóhere ezen a képen jelenti az április hónapot. És ez lehet egy figyelmeztetés, ami a ravasz rókát illeti. És most megnézzük azt, hogy mi várható az egyes hetekben. Első hét december hónapban itt látható. Itt lesznek változások, megújulások. Mellékutak nem tesznek jót neked. Légy türelmes, lehet, hogy neked is várni kell április hónapig, amíg lesz egy új kezdet, vagy változások, akkor meglátod azt, hogy mennyire stabil a helyzet. De ez áprilisban lesz látható. Akkor vannak itt kapcsolatok, esetleg szerződések. A horgony jelentheti a munkát, a hivatást is, és majd úgy tavasztól lesz egy szerencsés fordulat. De már most figyelheted a dolgokat, hogy milyen irányba kellene haladni, különösen ami a munkát, a hivatást jelenti, vagy az otthonodat, hiszen a ház is megjelenik itt egy vonalban. Itt a halak jelentik az anyagiakat, az értékeket. Ha vannak olyan tervek, hogy szeretnél egy lakást vagy egy házat vásárolni, akkor itt vannak az anyagiak, tehát ez megoldható, sőt, már most látható a szerződés és ez a szerencsés fordulat. Második hét december hónapban itt látható. Megjelensz a nyilvánosságon, megkapod az elismerést. Lesznek fontos döntések. Ez a kígyó lehet egy nő is, aki figyelmeztet téged egy új kezdetnél. Hallgass oda a szavaira, mert jót akar neked. És ha türelmes vagy, vagy átgondolod a dolgokat, amikor komoly döntésekről van szó,
akkor itt a jövőt illetően kivirágzik, minden itt van hozzá a remény. A kutya jelenthet barátságokat, baráti kapcsolatokat, esetleg külföldön, és itt a nap kisüt, tehát megvilágítja itt az élet utakat, megvilágítja itt is majd a döntéseket. Ez a kártya, a hajó jelenthet külföldi kapcsolatokat, esetleg egy ingatlant külföldön, és a nap hozza a szerencsét, vagy lehet egy déli irány is. Harmadik hét, december hónapban itt látható. A problémák, a korlátozások lezárulnak. Itt van a gyógyító erő, az életerő. Szerencse van, a szerelmi élet területén megvan a könnyűség, a kommunikáció, és a virágcsokor jelentheti ugyanott a szépségedet, nőiességedet, de szerencsét is hozhat, vagy egy ajándékot, vagy egy meglepetést. Ez lehet egy utazás, vagy lehetnek külföldi kapcsolatok. Utolsó hét, december hónapban itt alul látható. Ez a férfi gondol rád. Ti találkoztok majd a nyilvánosságon. Ő erőt ad számodra. Előtte megjelenik a kulcs, ami azt jelenti, hogy megvan a magabiztos fellépése. Itt voltak problémák. Ez az ostor jelenti a fájdalmakat, fájdalmas emlékeket. Itt a kövek a nehézségeket, a problémákat, vagy jelentheti a félelmeket is. Akkor is, ha vannak még problémái, amit meg kell oldania, az egerek segítenek abban, hogy a nehézségek elmúljanak, és látható, hogy itt lesz egy ilyen folyamat, ami előre viszi a dolgokat, tisztázódnak az események, és itt a hold jelenti az álmait, a vágyait, az elképzeléseit, ami megoldható. Itt lesz a könnyűség, a kommunikáció, egy jó hír, és az folyamatban van, eljut hozzád, és akkor az álmok megvalósulnak. És ez volt a havi jóslás. Kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!